A Magyar Királyság délkeleti védvonalán, ahol Székelyföld és Királyföld találkozik, a Nagyküküllőmenti dombvidéken a székelyek és szászok felbecsülhetetlen értékű szellemi hagyatékot és épített örökséget hagytak az utókorra. A hálátlan utókor megfogta magát és módszeresen elkezdte lerombolni az anyagelvű ateizmus számára értéktelenné nyilvánított hagyatékot. A 13. századtól 1876-ig fennálló Segesvárszéken, a későbbi Nagyküküllő vármegyén, mintha egy pusztító árszáguldott volna végig, előzve a szászok többségét, a Gregorián helyébe Manelét, a címesterek helyébe kéregető cigányokat söpörve. A metamorfózis az ódon erőtt templomokat és a köréjük épült szabadszász települések arculatát fájdalmassá torzította. De égbe kiállt a Nagyküküllő mentén 1849 szelleme is. Körtúránkat a Küküllőmenti héjas falván kezdjük. Felkanyarodunk Erkedre, majd Százkézdre, ahonnan Százdáját majd Apoldot útnak ejtve megyünk egészen Keresdig. Visszatérve a Küküllőhöz, Segesvár következik, hogy végül Fehéregyházán zárjuk túránkat, ahonnan legközelebb már Keresztúrszék felé indulunk tovább. Az előkelő Zeik nemzetség sarjaként élhette volna gondtalan családi életét, de a nemzet sorsa mindent felülírt. 1848-ban belépett a székely haderőbe, részt vett Erdély felszabadításában, majd Bem segédtisztje lett. 1849. július 30-a estéjét Keresztúron Petőfi társaságában töltötte. Aztán másnap a Költővel egyetemben elindult a segesvári csatába, hogy inkább legyen hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át. Kozákok ezre körbefogta, hogy élve ejtse fogjul őt. Ő küzdött, magát meg nem adva, aztán saját szívébe lőtt. Emléke túlélte tragikus halálát. Az emlékmű héjas falu határában áll, több elesett és itt eltemetett honvéd sírja fölött. Ez az a föld, amihez nem lehet nem ragaszkodni. Így gondolják ezt azok a zarándokok is, Balázs Barna, Benák Sándor és Tóth János, akik Makóról indultak, hogy gyalogosan és lóháton tegyék meg az utat a csíksomlyói Pünkösdi búcsúba. Az igen, hány napja vagytok úton? Én hosszú már, május 1-e óta. Az igen. Hány kilométer? Kb. Ez 700-től már fölle van, mert 870 mire hazaérünk. Somjóra. És miért tartjátok fontosnak, hogy így zarándokoljatok el Csíksomjóra? Úgy gondoltuk társammal, Barnával, hogy minket a Maros köt össze, mert hogy én makói, ő gyergyóalfalvi, az úgynevezett Déli Mária utat követtük, ami Balázsfalváig a Maros mentén jön. Az én szent meggyőződésem, hogy ugye a nemzet legkisebb szerves egysége a család, és a családokban van baj. Tehát amikor a családok egészségesekké válnak, akkor a nemzet lelke is egészségesé válik. Én nem tudtam mit tenni, nekem el kellett indulni. Hát kaptam egy meghívást 2005 Pünkösdjén. Ugye volt egy szerencsétlen levezényelt 2004. december 5-i népszavazás, és hát ez vélhetően közre játszott, és ez indított valamit el bennem, és utána én Mária Gyűdön kaptam egy meghívást. Jó utat! Isten áldja Sándor, örvendünk! Mi is! Nagyon nagyon! További jó utat! Jó utat! A vaskos történelmi országútról a Nagyküküllő félreeső mellékvölgyei mentén zöldellő dombok közé kanyarodunk. Erked egyike azoknak az ősi szász falvaknak, amelyeket alaposan megtépázott a történelem. Madártávlatból letekintve, mintha most is itt lennének a németek. Szépen és gondosan megépített házaikban, s a helység közepén a 8 évszázados templommal,
amit a megszaporodó török portyák miatt erődítettek. De ha nem a török, akkor jött Basta generális, a tűzvészek, majd a 48-as hadi események. Csak hogy ne legyen nyugta Erkednek. És amit a boldog békeidők felépítettek, azt a román kommunista diktatúra porrázózta, az utolsó szálig elűzve a szászokat. Elvitte a kaszás a szász világot szász kézdről is. Pedig micsoda történelmet kellett itt hagyniuk. Székely őslakosai a 13. században költöztek Székelyföld azon szegletébe, amit ma Kézdiszéknek hívunk. Helyükre jöttek a németek, akik a község fölött emelkedő hegyre mencsvárat építettek. Nekiláttak a templom erődítésének is. A torony ismerősnek tűnik valahonnan. Igen, a segesvári óratoronyra emlékeztet. Nem véletlen, hisz Szászkézd évszázadokon keresztül versengett Segesvárral a székhelyi címért. Apafi Mihály fejedelem még országgyűlést is tartott itt. De mindez már csak megsárgult történelem, mert hiába újulnak meg az épületek, ha nem tér vissza beléjük az élet. Hogy tovább idézzük a hely előzött szellemét, még mélyebben behatolunk a nagy küküllő menti dombok közé. Sáros út vezet a hajlatok közé bújt százdájára. Ha valahol, akkor itt még élesebb kontrasztban van egymással a fényes szászmúlt és a pusztuló jelen. Árpádkori eredetű templom erődje egy letűnt világ elnémult mementója. Égbe suttogó tornya már nincs kinek harangozzon. 1910-ben még 1173 német lelket számláltak itt. 1995 már csak hármat talált a faluban. Ma már nincs ember, aki el tudná olvasni a gótbetűs feliratot. A gondosan itt hagyott porták hamar az önkényes lakásfoglalók brétái lettek. A román cigányok meg, valljuk be, nem arról híresek, hogy takaros portákat hagynak maguk után. Hosszan integet még utánunk Dája tornya, mintha kérünk könyörökne, ne hagyjuk itt az enyészet martalékának. A tehetetlen düh és a dombvidékből áradó, soha el nem múló remény kavargó érzéseivel megyünk tovább. Úgy tűnik, már csak a természet törvényeibe kapaszkodhatunk, ami arra tanít, hogy nincs örök tél, a tavasznak előbb-utóbb el kell jönnie. Mert vajon az diktálná a természet, hogy a segest patak völgyéből kihaljon Apold nemzetsége? Talán a templom megmenekül, gondos műemlékvédők konzerváló kezei alatt. De vajon lesz-e még hívő, aki megtölti imával, gregorián énekkel? Lesz-e még, aki elolvassa az ősök kőberút feliratát? Vagy csak marad a templom erőd, az utókor katasztrófa turistáinak, akik nézik, de nem értik, hogy történhetett ez. Hogy a Hafer-turm, a Visser-turm és a többi bástya, ami megvédett töröktől, feltámadt tűzvészek után, az a látszólagos békeidőben odaveszett. A baljós viharfelhők tovább hajszolnak. A szél azt súgja, az erdős dombok között van még keresnivalók. Azért mondták rá, hogy keresd, mert nem lehetett megtalálni. Távol esett hadi utaktól, városoktól, egy erdők közé zárt földben úgy, hogy legfeljebb az eltévedt utazó bukkant rá. Nem csak a szép Küküllő megyének egyik nevezetessége a festői lovagvár, de egész Erdély országnak. A Betlen család a saját ízlésük szerint folyton hozzáépítgettek egyecsmást. Ostromokkal úgy látszik, soha se volt valami nagy dolga. A béke hajléka volt. Egy-egy Betlen mindig lakott benne. Régente valamelyikök nyomdát is állított fel a várban. Betlen farkas históriája itt jelent meg.
Keresd egészen a 20. századig a Bethlen család birtoka volt. Utolsó tulajdonosát, Bethlen Bálintot 1945-ben internálták, majd a kastélyt államosították, ami egyet jelentett kifosztásával. De hála az égnek, nem csak a megmaradt falak és kőfaragványok mesélnek a múltjáról. Újra magyar élet költözött Keresdre, miután a Bethlen család örökösei, Böjte Csaba atya Dévai Szent Ferenc alapítványára bízták az uradalmat. Szőcs Béla gondoskodik az új magyar életről. Hát alakul a keresdi várkastély, látjuk, épül-szépül. Hát örülök, hogy így látjátok, mert azért nagyon keserves sorsa volt eddig ennek az épület együttesnek. Elsősorban ebből az utolsó kommunista időszakra gondolok ez alatt. 2014 óta a Szent Ferenc alapítvány kezelésébe került át, és ez egy újabb korszak az életében, tehát reneszánsz, vagy újjászületés indult el. És milyen célra lesz kihasználva a várkastély a jövőben? Hát a terv az, hogy ez a Szent Ferenc Alapítvány közösségi és kulturális háza lesz. A békeháza. A békeháza, ahogy Csaba testvér elnevezte, és egy képzési központot indítunk itt. A kulturális oly módon, hogy alapvetően ez a palota rész, ez megmarad nyitott, látogatható műemléknek, hiszen ez a magyar épített örökség része, az erdélyi reneszánsz építészet egy gyöngyszeme. A többi részt valójában belakjuk, és a képzésnek meg két iránya lenne. Az egyik az szól azokról a fiatalokról, gyerekekről, akik valamiért kiesnek az oktatási rendszerből, vagy a képességeik alapján, vagy pedig végzett is, de azt mondja Csaba testvér, hogy ne engedjük őket úgy el az életbe, hogy nincs semmi gyakorlati tudás a kezükbe, hanem egy ilyen, indítsunk egy gazda-gazdasszony képzőt, hogy ő mondja a jógazda akadémiát. Hát a konyha szálláshelyek, ugye a gazdasszony képzésnek egy nagyon jó oktatási pontot jelent, a gazdaság azoknak, akire arra van affinitása, illetve hát van 4-4,5 hektár kert-kertészet park, ami a parképítők, kertészek, park fenntartók számára egy gyakorlati lehetőség, illetve van az a néhány alapszakma, ami már hiánynak számít, és itt nem a népi kismesterségekre gondolok, a köcsögölés nemezelésre, hanem kőműves, ács, asztalos, és hát ugye az itt folyó munkákban már most a meglevő legényeink is bekapcsolódnak, együtt dolgoznak az öreg szakikkal. Tehát ez az egyik része a képzésnek, a másik meg a munkatársakról szól, hiszen több mint 300 munkatársa van az alapítványnak, és szükséges foglalkozni a munkatársakkal. Szakmailag őket fel kell hozni, és lelkileg, emberileg időről ide fel kell tölteni. Hát ez a jövőkép. Ez a lépcső éppen nem a legrégebbi, még itt erre a részre vár a felújítás. Viszont ha oda szembe benéztek, na azok a lépcsők, az a csiga lépcső az 1600-as évek elején készült, és mai napig is használható működik. Igen. A békeháza szeretettel várja azokat a segítőket, akik akár anyagiakkal, akár kétkezi munkával részt kívánnak venni a kastély újjászületésében. Visszatérünk a Nagy Küküllő völgyébe, melynek egyik kanyarulatánál feltűnik minden Erdélyt járó turista kedvelt úti célja, Segesvár, ami talán a legtöbb emléket örökített át a középkorból. Volt rá ideje, hisz a 12. században megérkező szászoknak csak hamar a központi városa lett. Első várukat persze a tatár, majd a török letarolta, de válaszul úgy megerősítették falakkal és tornyokkal, hogy kellett a vér a pucába annak, aki ostromolni merészelte. A szabadkirályi város jelentőségét mutatja, hogy több erdélyi fejedelmet is itt választottak meg. 1876-ban aztán a Segesvár székhelyébe lépő Nagy Küküllő vármegye székhelye lett. Az óratorony kapuján lépünk be a ma is lakott középkori várba. Pont deletüt az óra, így megcsodálhatjuk a kis harangjátékot, ami évszázadok óta a város egyik jelképe. A hagyomány szerint a város legrégibb polgári házában született Vlad Tepes havasalföldi vajda, akit később Dracula grófként próbáltak eladni a nemzetközi Dracula kultusz híveinek.
A tér szakrális központja a Domonkos rend régi kolostor temploma, amit már az evangélikusok használnak. A Határtalanul programnak hála a Csonkaország egyre több diákja fedezheti fel az elcsatolt területeket. Halljuk itt a magyar szót, óriási öröm magyarokkal találkozni. Itt Erdély közepén, honnan? Merről? A főtéren összefutunk egy budapesti iskolás csoporttal, akik Varga Judit tanárnő vezetésével ismerkednek Segesvárral. Ez hogy tetszik? Nekem nagyon tetszik, már egy hete itt vagyunk, és rengeteg programunk volt, és nagyon bejött az összes. Meg én nagyon sokszor látogattam már Erdélyt, és mindig tetszik. Hogy tetszett a székely mentalitás? Nagyon-nagyon rendes, mindenki nagyon tetszik. Imádom. Ez nagyszerű dolog, hogy ma már ilyen lehetőségek állnak a diákok előtt, hisz mi a 80-as években nőttünk fel, jártunk iskolába, akkor még nem is volt. Sőt, nem is tudhattunk arról, hogy itt vannak határon túl a magyar közösség. Úgyhogy hál' Istennek most rendben van minden. Hát mi ugye 10 éve már szervezzük ezt a kirándulást, és nekünk az a célunk, hogy a határon túlra szakadt területeknek a kultúrájának, meg a történelmének a megismerése. Sőt, az itteni gyerekek közül lehet, hogy egy hónap múlva jövünk az Erzsébet táborral Ivóba, tehát akkor megint itt fogunk tölteni egy hetet. De nem indi gyerekek. Szabad. A borvizet. Vannak itt magyar emlékek bőven. A 130 éves régi megyeháza falán emléktábla hirdeti, hogy itt született Boldog Apor Vilmos püspök. A katolikus templom kertjében szobra is van a vértanú győri főpapnak. Itt találkozunk Tóth Tivadar tanárúrral, aki már mint a város alpolgármestere képviseli Segesvár magyarságát. Segesvárnak a magyar lakosságának az aránya körülbelül 17%, és ez számokban kifejezve közel 4400-4500 magyar lakosról beszélünk. Amikor Segesvárról beszélünk, akkor nem kizárólag csak a város az, ami minket foglalkoztat, és a segesvári magyaroknak a jövőjéről kell beszélnünk, hanem a segesvári szórványról, amely egy olyan 30 kilométeres körzetben belefoglalja az itt évő szórvány magyarságot. Gyakorlatilag a mindennapjaink arról szólnak, hogy hogyan tudjuk túlélni ezeket az időket, hogyan tudunk megmaradni, hogyan tudjuk a nyelvünket fenntartani. Addig, amíg ilyen események történnek, mint a tegnap is volt, hogy a 12-es diákjaink ballagtak, 43 diák ballagott, ezt mi egy szép számnak tartjuk, és amíg ilyesmik történnek, addig úgy gondolom, hogy Segesváron még mindig van remény arra, hogy esetleg 20-30 év múlva is itt magyarok ilyen szép számban élhessenek. És mondjuk a legfontosabb, ami a megmaradást illeti, az összetartás. Tehát itt a segesvári szórványban nem szabad és nincsen helye annak, hogy két irányba vagy akár több irányba is menjünk. Minden együtt van, és csak ezt így lehet csinálni. Sok erőt is, kitartást kívánunk erre. Köszönjük szépen. Jó küldetésre. Jó munkát. Köszönjük szépen. A központ felé hatolva egyre inkább a régi Segesváron érezzük magunkat. A főtér saroképületén, a szarvasházon ma is ott díszeleg a közel 400 éves szarvas ábrázolás. A várost mindig híres kézműipar jellemezte. A céhes múltban és a város turisztikai népszerűségében rejlő lehetőségeket aknázta ki Máté Zsolt, aki külföldről jött haza, hogy kézműves boltjával bebizonyítsa, itthon, a szülőföldön is lehet boldogulni. Hát jó látni azt, hogy Segesváron nem teljesen haltak ki a céhek. Nem, van itt egy olyan egyesületünk, ahol működik, hál' Istennek. Igaz, hogy nem bástyában, de közepén vagyunk Segesvárnak. Bútorfestés a fő profil, ha jól tudom. Ez a fő attrakciónk, látványosságunk, így van. Itt helyben nézheti meg az, aki kíváncsi, hogy hogyan is készül egy festett ajándéktárgy népi motivumokkal, erdélyi, magyar és szász népi motivumokkal, és ezen kívül más kézművesek termékét is megcsodálhatja. De ez egy nagyszerű üzenet, nem kell elmenni Nyugat-Európába dolgozni, itthon is lehet boldogulni. Én azt hiszem, ha mindenki megkeresné azt az adottságát, amivel a Jóisten megáldotta, és
a hely adottságát, ahol esetleg lakik, és ebből próbálna a maximumot kihozni. Erős hittel, munkával, jó hozzáállással, pozitív hozzáállással. Én azt hiszem, hogy itt Erdélyben is lehet nagyot alkotni. A város legmagasabb részére, a Várhegyre a 178 fokból álló fedett diáklincső vezet. A segesvári diákok 1642 óta nap mint nap itt jártak fel a híres nevezetes evangélikus líceumban. A Várhegyet az eredetileg Szent Miklósnak szentelt hegyi templom, a Bergkirche impozáns 14. századi épülete koronázza. Alaposan körbejártuk, de van még egy pontja a városnak, amit nem hagyhatunk ki. Ha valahol, akkor Segesváron kell, hogy legyen szobra Petőfi Sándornak. Igaz, egy új helyen és szerényebb mellszobornál, de 2013 óta újra emlékezhetünk a nemzetköltőjére a Petőfi Parkban. Segesvárról már rálátunk a fehéregyházi síkra, a gyászos emlékű 1849-es csata színterére. És mennyire jelképes, hogy éppen Szászföld és Székelyföld határán zajlott az a nevezetes sorsdöntő ütközet. Bem 6000 fős regimentjével Lüders 12000 fős serege állt szemben. Az orosz túlerő végül felőrölte a szabadságharcosok erejét. Bem életben maradt, de sok száz katonája, köztük a költő Petőfi Sándor, valahol ott esett el a harc mezején. Az egyik tömegsír fölött 1897-ben turulos obeliszket emeltek. Mellette a kisház Petőfinek állít emléket. A hányatott sorsú múzeumot a helyi Petőfi Sándor Művelődési Egyesület gondozza Szabó József vezetésével. Nagybecsben tartják a helyiek Petőfi emlékét? Igen, helyieknek bármi már sajnos a helyi magyarság elég szolvány szintre apadt. Azért ez egy olyan hely, amire megmaradásunknak is a jelképe talán. Ami talán még büszkesége lehetett volna ennek a falunak, az 1600-as években épített Haller kastély. Még 1936-ban megkezdődött az államilag engedélyezett bontása, és sajnos semmi sem maradt belőle, csupán ez a filagória épülete, az még egyik bástyája volt magának a kastélynak. De nagyon sok turista jön megnézni. Hát igen, igen, igen. Hát leginkább ugye Magyarországról érkeznek a turisták, de érkeznek azért innen, Erdélyből is, gyerekcsoportok. Nagyon örvendetes, amióta van ez a kormány támogatás, ez a határtalan program, így most is, idén is, májusban elég sokan jöttek. Mintha most is előttem látnám azt a délceg alakot, azzal a lángoló, sugárzó arccal, a dacos fejjel. Mintha most is hallanám a hangját, azt a szívből jövő, szívig ható hangot, amely hű kifejezője volt lelke indulatainak. Minden igaz volt nála. Szerelem, barátság, gyűlölet, harag, rajongás a hazáért és a szabadságért. Semmi sem volt hamis, semmi sem mérsékelt. Aki így tudott szeretni, így tudott gyűlölni, annak nem lehetett a földön megmaradni többé. Mint egész ember halt meg. Nem is halt meg. Ott él minden magyar szívében. Mentől tovább távozik az időben, annál nagyobbra nő az alakja. Hogy pontosan hol folyt ki az ifjúi vér szívéből, és hova temették, máig nem tudni biztosan. Legendás történetek keringenek róla. A leghitelesebb beszámolók szerint a héjas falva felé vezető úton, az Ispánkút közelében érte utol a végzet. Hogy is kezdtük ezt a történetet? Élhette volna boldogan ünnepelt költőként gondtalan ifjú éveit, de a nemzet sorsa mindent felülírt.
1849. július 30-a estéjét Keresztúron Zeig Domokos társaságában töltötte. Aztán másnap a századossal egyetemben elindult a segesvári csatába, hogy inkább legyen hős egy pillanatig, mint rabszolga egy életen át. Így lett, hogy amit a költő a sorstól kért, beteljesedett.